A Biblia gyermekeknek. Új szövetség. A mi atyánk. Sikeres volt az utunk, Péter. Hazajössz, hogy köszönhess a többieknek? Előbb meglátogatom a jó öreg Izsák testvért, de aztán majd megyek én is. Este találkozunk. Az esti viszontlátásra. Mi hírt hozol, katona? Péter apostol visszatért a városba. Azt mondják, megint ezreket térített meg. Mikor fogják már fel a keresztények, hogy Agrippa király nem tűr vetélytársakat? Addig nem, amíg jó néhányat ki nem végeztet közülük. Menj, fogd el! Péter! Na, hová tűnt? Legalább tégy úgy, mintha nekem is örülnél, Jázon. Jaj, neked is örülök, Mark. De tudod... Tudom. Téged Péter talált, ő etetett. Tanított Jézusról. Igen. Izsák testvérhez indult. Köszönöm! Te vagy a galileai Simon Péter? Igen. Letartóztatlak. Mi a vád ellenem? Hát, azon ráérünk gondolkozni. Ne! Engedjétek el! Ezt nem tehetitek! Fogjátok el őt is! Menekülj, Jászon! Hol van? Nem láttam. Nem jutatott messzire. Majd meg lesz, ne aggódj. Tudtam, hogy az úr épségben hazavezérel. Van mesélni való bőven. Pétert elfogták! Hogyan? Oh, ne. Nemrég váltunk el. De láttam, a saját szememmel. Katonák vitték el. Miért tartóztatták le? Nem kell ahhoz különösebb indok. Oh, Mark. Őrizzük meg a nyugalmunkat. Mire megyünk a nyugalmunkkal? Tudod, hogy mi történt Jakabbal? Nem ölnek meg több apostolt, amíg én élek. Valamit tennünk kell. De Joás, még nem is ismerjük a vádat. Tudnunk kell a részleteket, mielőtt bármit lépünk. Én majd szerzek információt. Te? Hogyan? Péter, bizonyos Jézus Krisztus apostola és követője, hazaárulással vádoltatik. Ha bűnösnek találják, halállal lakoljon. Nagy ostobaság volt újat húznotok Agrippa királlyal. Semmivel nem ártottam Agrippának. Lehet, hogy így van. De ha látja, hogy egy olyan csoport, mint a tiéd, napról napra erősödik, annak bizony nem örül. A helyedben szökéssel semmiképpen sem próbálkoznék. Ez a két katona egész éjjel melletted fog aludni. És még 14-en örködnek kint a cellád előtt. Az a vád, hogy áruló. Áruló? Ugyanezzel vádolták Jakabot is. És Jézust is. Felőlem mondhat bárki bármit, meg kell szöktetnünk. 16 katonával őriztetik. Akkor harcolni fogunk. Egy légiónyi felfegyverzett katonával.
A bátorságod nagyobb a bölcsességednél. Akkor vesztegessük meg az őröket. Ó, a pénzt majd elfogadják, de Pétert nem engedik el. Tehát nézzük végig tétlenül, hogy Pétert kivégzik! Nem tudom, mit tehetne. A keresztények maroknyi csapata. A római birodalom ellen. Csak Jeruzsálemben sok ezer katonájuk van. Ha mind összefognánk, akkor... Nem tehetünk semmit. Fegyvert is tilos tartanunk. A helyzetünk reménytelen. Szégyeld magad, Mark. Az én fiam, aki ezreknek hirdette Jézus igéit, valóban azt hiszi, hogy reménytelen helyzetben vagyunk. Anyám, azt akarod mondani? Azt akarom mondani, hogy emlékezz, mit mondott Jézus az imádság hatalmáról. Vagy talán én voltam az egyetlen, aki hallotta a hegyi beszédet? Nem emlékeztek, miről szólt? Minden lehetséges. Annak, aki hisz. Kérjetek. Kérjetek és kaptok. Keressetek és találtok. Zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert aki hittel kér, az kapni fog. Taníts imádkozni, Uram. Ha imádkoztok, így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Imádság. Megtanított rá, ahogy arra is, hogy minden lehetséges. Akkor, ha hiszünk. Úgy van. Egyetértek. Ez nem lehet igaz. Tényleg semmit sem fogtok tenni. Imádkozzatok, ha akartok, de én kiszabadítom Pétert. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, nehéz szívvel fordulunk hozzád. Hogy képzeled, hogy bemehetsz? Beszélnem kell a kapitánnyal. Menj, amíg épségben elmehetsz. Ne menj tovább! Nem mehetsz be! Engedjétek szabadon! Péter apostolt! Hogy merészelsz? Hajíts ki innen! Nincs jogod fogva tartani egy ártatlant! Engedd szabadon! Engedd el Pétert! Nem tett semmi rosszat! Jázonnal elmegyünk Izsák testvérért. Itt a lista. Ne feledd! Minden jeruzsálemi kereszténynek imádkoznia kell Péterért. Sajnálom, hogy rossz hírt kellett közölnöm. Köszönöm, hogy eljöttél, Gábriel testvér. Számíthatsz rám, imádkozni fogok. Árulás? Csak ürügyet keresnek a kivégzéséhez. A tárgyalással némi időt nyerünk. Rövidre fogják majd, ahogy nekik tetszik. Mint Jakab esetében. Talán Joásnak volt igaza. Inkább harcolnunk kellene. Nem. Mária beszélt helyesen. Az imádság a mi egyetlen fegyverünk. Mi értelme van? Hiszen Isten tudja, mit kérünk. Hányszor kell neki elmondanunk? Még vagy ezerszer. Gondolj csak Jézus egyik példabeszédére. Egy ember elment a barátjához az éjkellős közepén.
Erasztus! Kérlek, segíts! Erasztus! Hát te meg mi az ördögöt csinálsz itt? Tévedsz, semmiféle ördögöt nem csinálok. Mi kell? Igen. Na, tehát... beállított hozzám néhány barátom. Nagy utál mögöttük. Nagyszerű, üdvözlöm őket. Várj! Nincs nálunk egy falat. Ssss, az egész család alszik. Értem, bocsánat. Jó. Figyelj, itt vannak a barátaim, és nincs egy falat kenyerem. Hányszor mondjam, hogy legyen otthon mindig tartalék? Miért lenne? Nálatok mindig van. Erasztus, ott vagy? Erasztus! Itt egy család az igazak álmát alussza. Mindenki mélyen alszik. Mindenki, kivéve téged. Így van. Mindenki, kivéve engem. Hát, mivel fent vagy, adhatnál kölcsön kenyeret. Erasztus! Köszönöm! Erasztus, nagyon szépen köszönöm! Most feküdj szépen vissza! Neked is kell lesz alvás! Értitek? Még az éjszaka alkalmatlankodó barát is megkapja azt, amit kér. Csak az kell hozzá, hogy elég kitartóan kérje. Erre még sosem gondoltam. Kérek a listából! Hadd lássa az úr, mennyire szeretném, hogy segítsen! Várj! Nem itt lakik az a gazdag rokonod? De igen. De nem szeretnék bemenni hozzá. Nem elkötelezett híve Jézusnak. Ha egész csekély hite is van, már használhat. Szegény Péter! Mindenkit megkérünk, hogy imádkozzon csodatételért, hogy elengedjék Pétert. Ne haragudj, hogy ezt mondom, de nem hinném, hogy itt az imáink használnak. Hiszed, hogy Istennek van hatalma arra, hogy csodát tegyen? Hiszem, de ahhoz kevés a hitem, hogy elhiggyem, hogy él is vele. Jézus mondott egy példabeszédet, ami jól illik ide. Kérlek, mondd el! Élt egyszer egy bíró. Igazságtalan bíró hírében állt. Bíró uram, megint itt van az a nő. Az özvegyasszony? Igen, sajnos. Hányszor akar még visszajönni hozzám? Mondd meg neki, hogy... Asszony, hogy képzeled? Jó bíró, estve kérlek, hallgass meg! Hallottalak már egy tucatszor. Özvegy vagy, semmit sincs. A hitelezők elvették a házad. Egyedül te segíthetsz rajtam. Könyörgök, csinálj valamit! Jól ismerem az ügyedet, nem tehetek érted semmit! Elvették az otthonomat. Ha nem szolgáltatsz nekem igazságot, mit fognak az emberek gondolni rólad? Nem érdekel az emberek véleménye. Gondolj arra, hogy mit vár tőled Isten. Elég, ha magammal elégedett vagyok. Ahogy lehetsz az, mikor hagyod, hogy kisemmizzenek? Elég, kapszulj otthont a börtönben, ha nem hagysz békén. Jó, legyen. Különben újra meg újra visszajövök. Nyugodj bele a megváltoztathatatlanba! Soha! És csak tőled várhatom azt, hogy segíts rajtam. Bízom is benne, hogy most megteszed. Rendben van. Visszakapod a házadat. Köszönöm! Jó bíró! Köszönöm! Na most, ha még a rossz bíró is igazságot szolgáltat végül, akkor az Isten, aki valamennyi között a legjobb bíró, meghallgatja az imát. Ó, kedves Rodi, számíthattok rám. Remélem, most végre tanultál a leckéből. Tűnj el, és vissza ne gyere! Ha,
Péter, nagy újságot mondok. De hát ébredjetek fel, emberek! Ha összefogunk, akkor kiszabadíthatjuk Pétert! Már összefogtunk, Joás. Az egész egyház imádkozik Péter szabadulásáért. Fegyvert kéne ragadnunk érte! Még ma ítéletet hoznak. Csak így, titokban? Késő éjszaka? Ha rám hallgattatok volna, akkor erre nem került volna sor! Nehogy lehorgasszátok a fejeteket. Péter nem halt még meg. De ki végzik? Nem. Nem. És én sosem hagyok fel az imádsággal. Jézus sem tette. Emlékeztek, hogyan imádkozott mindannyiunkért? Emlékeztek rá? Mester! Ó, Uram! Végtelenül szomorú az én lelkem. Halálosan szomorú. Kérlek, virrasszatok velem. Ó, atyám! Tudom, hogy közel az óra. Ha lehetséges, kerüljön el ez a kehely. De úgy legyen, ahogy te akarod. Ha Jézus a világ minden szenvedését elviselte, és imádkozott a megváltásunkért, én is tovább imádkozom Péterért. Hozzátok ki Pétert, és ez mind a tiétek lesz. Kell vagy nem kell? Kell, de nem itt, és nem most, hanem éjjel. Találkozzunk az első kereszt utcánál. Most tűnj innen. Mennyi, atyám. Kész vagyok meghalni érted. De legeltetnem kell a juhaidat. Kérlek, Uram, ha úgy akarod, szabadíts meg. Nem tudom hogyan, csak azt, hogy megteheted. Jönnek már. Tessék, elmehetsz! Indulj! Nehogy lebuktass! Menj már! Mozgás! Vidd el innen! És a pénz? Gyere, Péter, menjünk! Úgy tekintjük, hogy adót fizettél. Ó, Uram, hallgass meg az imáinkat. Ne hagyd, hogy Péter meghaljon, úrunk! Ments meg! Tudjuk, hogy hatalmadban áll csodákat tenni, úrunk. Tégy most csodát Péterért! Kérünk, úrunk, segíts meg! Hallgasd meg imánkat, úrunk! Szabadítsd meg Pétert, Istenünk! Szabadítsd ki, úrunk!
Kelj fel gyorsan. És kövess. Mikor sötétbe borul életem, ő fényt hoz, tétován vakon lépkedek, kormányoz, s mindvégig tudom, megtart, ha elbukom, a hitem most megérett, és bizonyságá lett, hogy látja ő az igaz lelkű embert, és tört szívből fohász, sose hasztalan, karjával süllyedőt kihúz megment, mert ilyenkor is mindig közel van. Megint csatlakozik valaki az imádságunkhoz. Rodényi, sajtót kérlek. Rodé! Mondd el a többieknek, mi történt! Ez Péter! Mi kedvesz? Ugyan, Péter börtönben van. Rodé, kérlek. Úgy van, ahogy mondom. Péter az. Elment az eszed. Mária! Ő az. Csak ugyan. Ki szabadult? Péter, te vagy az! Ó, ne! Ne! Veszélyes lenne. Nem maradhatok itt veletek. De kérlek, tegyetek meg nekem valamit. Bármit! Mindenki tudja meg. Az imáitokat meghallgatták. Egy angyal jött el a szabadításomra. Köszönöm, barátaim. Mostantól én imádkozom, értetek? Ó, Istenem! Bocsáss meg! Milyen ostoba voltam! Most már tudom, hogy nélküled nem jutok semmire. Segíts, hogy tudjak imádkozni, és higgyem, hogy rajtad múlik a szabadulás. Nem tudom, hogy mikor térek vissza. Addig is legeltesd anyáját. Tanítsd imádkozni. Úgy lesz. Ha a földre fióka potyannak, ő látja, sír egy újszülött kisbaba. Ő hallja, hogy csikó botolna, de ő karját kinyújtja. Remélem, rendezte Richard Rich. Gondoskodik. A tiszta imájú lelkeket átlátja, az újabb éhező gyermeket táplálja, a nagyot és kicsit ő szeretni. Írta Brian Nissen. Remélem, hogy rám emlékezik. Zene Kurt Bestor. Hisz látja ő az igaz lelke. Magyar hangok: Széles Tamás, Balsai Mónika, Konrád Antal, Agócs Judit, Kossuth Gábor, Varga Rókus, Bolla Róbert, Katona Zoltán, Konti Molnár Gábor. A dalokat előadta Magyar Bálint és Márkus Luca. Magyar szöveg Csizmás Kata, dalszöveg Hanák János. Hangmérnök Illés Gergely. Vágó Simkóné Varga Erzsébet. Gyártásvezető Kablai Luca. Zenei rendező Márkus Luca. Szinkronrendező Nikodém Zsigmond. A szinkront az Etalon Film megbízásából a Mafilm Audio Kft. Készítette. Forgalmazza az Etalon Film.
hitem most megérett, és bizonyságá lett, hogy látja ő az igaz lelkű embert, és tört szívből fohász, sose hasztalan, karjával süllyedőt kihúz meg. Ilyenkor is mindig közel van.